Utolsó nagy témánk az egyéb lehetőségek. Ezt több alfejezetre, altémára fogjuk bontani. Először is ugye az alcím úgy hangzott, hogy bővítmények, beépülők. De mielőtt a bővítményekkel, beépülőkkel foglalkoznánk, hadd mutassak meg valamit. Az első próbálkozás, amely megpróbálta egy kicsit javítani a PowerPoint lehetőségeit, elsősorban a vetítés és a videók szerkesztése területén, az a Microsoft Producer volt, amely a 2003-as PowerPoint-ba beépítve lehetővé teszi azt, hogy felvegyünk videó részleteket, magát a prezentációt is felvegyük, és videófilmként játsszuk le. Tehát van egy lehetőségünk, tulajdonképpen aki ismer videószerkesztőket, nem tudom mennyire lehet lesz képernyőn látni, ezt azért nem tudom arról a gépről, amelyikről a felvétel készül mutatni, mert azon már új verzió van fent, bár lehetne egy virtuális éppen telepíteni, de lehet látni, hogy egy idő tengelyen a videó, a szlájdok elhelyezhetők, tehát a diaképek, egy audio sávban, egy HTML sávban, egy template sávban, tehát oda mindenhova húzhatok be elemeket, és ezen elemek egy videó filmként, mondjuk VMV videó, média videó formátumba vagy AVI formátumba konvertálva vetíthetővé válnak. Ez az az első eszköz, amelynek a segítségével javítottak a PowerPoint-nak a videó vetítési lehetőségein. Ezzel kapcsolatosan egy filmet szeretnék bemutatni, ami szintén elérhető a YouTube honlapjáról, ez is angol nyelvű lesz, amely bemutatja ennek az eszköznek a használatát. Ezt azért nem fogom részletesen ismertetni, én sokat használtam, mert ennél ma már azért jobb eszközök vannak, másrészt az új eszközök, azok beépülnek a 2007-es, illetve a 2010-es PowerPoint-ba, amiről ez a prezentáció, illetve ez az oktató videó szól. Ezeknek a beépülőknek az ismertetése pedig ezután fog következni.